Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Gulyás Anita vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Gyermek otthonban bántalmazta a fiúkat a most elítélt férfi. Tehetségmenedzsment az oktatásban. A világ középmezőnyéhez tartozik hazánk a legkiemelkedőbb fiatalok felismerésében. 28. nemzetiségi nap. A helyi és környékbeli hagyományőrző csoportok is színpadra léptek. Vigyázzunk a vízre! Kvízzel és kiállítással hívja fel a figyelmet a környezetvédelemre az Erőv. Ütötte-vágta a rábízott fiúkat egy gyermekotthoni nevelő. Összesen 10 fiatal jelentette fel, amiért hónapokon keresztül bántalmazta őket. Az ügy előkészítő ülésén most mindent beismert. A bíró végül nem küldte börtönbe, és attól sem tiltotta el, hogy a jövőben ismét kiskorúakkal dolgozhasson. Problémás kábítószer használó kis és fiatalkorúak felügyelete volt a most elítélt férfi dolga. Hónapokon át bántalmazta őket. Volt olyan áldozata, akit rendszeresen ütött és vágott. Külön szavakat használt ezekre a tettekre, legtöbbször beavatásként hivatkozott rájuk. Behívtott a szobájában, a sértett bal vádliát nagyobb erővel megrúgta, aztán pedig úgynevezett mellkarost adott neki, azaz mindkét kézzel ökölle mellkasán ütötte kis A vádlott még további 3 alkalommal ütötte meg mellkasán a sértettet a mellkarosnak nevezett módon, illetőleg több, legalább 4 alkalommal, viszonylag nagyobb erőkifejtéssel ökölel az állán ütötte meg a sértettet. Végül összesen 10 fiatal tett feljelentést az erőszakos nevelő ellen. Az ügyész szerint a férfi nem csak megszegte a munkaköri leírását, de a rábízott fiatalok testi és lelki fejlődését is súlyosan veszélyeztette. A sértett lelki feszültségét is növelte, szorongásait mélyítette, és mindezek állapotának rosszabbodásához vezettek. A vádlott az ügy kirobbanása óta ugyanabban a gyermekotthonban dolgozik, ahol a bántalmazásokat elkövette, amiket most ő maga is beismert, semmit sem tagadott a bíróság előtt. Az ügyész azt kérte a bírótól, hogy a bántalmazó férfit közel 2 év börtönre ítélje, amit függesszen fel 4,5 évre. Ennél végül enyhébb ítélet született. A vádlott bűnös tisztrendbeli kiskorú veszélyeztetésének büntetében ezért a bíróság halmozati büntetésül 1 év 6 hónap szabadságvesztésre ítéli. A bírósági szabadságvesztés végrehajtását 3 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztik. A szabadságvesztés végrehajtási fokozata börtön. A vádlottat viszont az ügyész kérésével ellenben nem tiltották el attól, hogy gyerekekkel dolgozzon a jövőben. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert az ügyész és a férfi is 3 nap gondolkodási időt kértek. A napokban kevéssel éjfél után igazoltattak a szekszárdi járőrök egy autóval közlekedő társaságot. A sofőr és utasai is gyanúsan viselkedtek. A szonda negatív eredményt mutatott, de a bodultság jelei miatt az utasteret átvizsgálták az egyenruhások. Előkerült több olyan eszköz, ami valamilyen tiltott szer fogyasztására utalt. Egy másik alkalommal este 11 óra körüli időben szintén egy autóban ülő triót igazoltattak a Tolnai megyeszékhelyen az egyenruhások. A fiatalok zavartan viselkedtek, és felmerült a tudatmódosítószer használatának gyanúja. A ruhájuk átvizsgálása során egyikük övtáskájából kis tasakok kerültek elő, amikben fehér por, illetve zöld növényi törmelék volt. A 20 és 18 éves férfiak elismerték, hogy fogyasztottak előző este folyamán az anyagból. Mindkét ügyben kábítószer birtoklás vétsége miatt indult nyomozás. November 20-án lezárult a 2022-es népszámlálás második számlálóbiztosi szakasza. Akik az online adatszolgáltatási időszakban nem tettek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek, és a számlálóbiztosok sem érték el őket november 21-e és 28-a között, a települési jegyzőt felkeresve tölthetik ki a kérdőívet, közölte a Központi Statisztikai Hivatal hétfőn. Amint egy 23 ezer számlálóbiztos országszerte 5 millió helyszínt ellenőrzött, ezen belül 4,6 millió lakcímet, valamint további mintegy 400 ezer egyéb, például nyaralót, üres telket, valamint különféle intézmények címét. A biztosok közel 1,5 millió helyen írták össze a lakások jellemzőit, és 2,2 millió személyi kérdőívet töltötte ki az adatszolgáltatók közreműködésével. Az online szakaszban rögzített 7 millió kérdőivel együtt már 9,2 millió személyi kérdősor érkezett be a népszámlálás rendszerébe, tették hozzá.
Nem állunk rosszul a fiatal tehetségek felismerésében idehaza, de lenne még munka. Erről is beszélt a Tolnai megyeszékhelyen a Matthäus Corvinus Kollégium kutatója. Setényi János most pedagógusoknak tartott előadást. A tehetség már egészen fiatalkorban felismerhető, ennek pedig megvannak a maga jól kidolgozott módszerei. Ezekről tartott most pedagógusoknak tájékoztatót a Matthäus Corvinus Kollégium tanuláskutató intézetének vezetője Szekszárdon. Érdemes például a valamiben kiemelkedően jó fiatalokra nagyobb figyelmet fordítani, de a látványosan motiváltabb gyerekek is nagyobb eséllyel indulnak az életben, mint a kevésbé elszánt társaik. Az pedig, hogy egy-egy ország oktatási rendszere ezt mennyire hatékonyan képes kihasználni, nagy eltéréseket mutat. Ennek nem a tehetségtartalékok az oka, hanem az, hogy bizonyos kultúrák mit kezdenek a tehetséggel. Ezt tehetségmenedzsmentnek hívjuk. Ebben a kérdésre válaszol, drámai különbségek vannak. Mi magyarok az úgynevezett tehetségmenedzsmentben a világ középmezőnyébe tartozunk, mondja a szakember. Tehetségek itt is, mint mindenütt a világon, bőségesen tenyésznek. Fel is fedezzük őket, ez egy 150-200 éves közoktatási hagyományunk, hogy meg tudjuk fogni a kiemelkedő koponyákat, és ezek a koponyák utána szükségszerűen tovább mennek a világba. Barabási Albert Lászlótól tudjuk, aki a hálózatkutatásban a világ egyik vezető tudósa, hogy ahhoz, hogy Nobel-díjat kapjon valaki, egy ponton a bőröngyével nagyobb csomópontok, a hálózatok nagyobb csomópontjaiba kell átmennie. A Matthäus Corvinus Kollégium egyébként éppen a legtehetségesebb gyerekek iskolarendszeren kívüli képzésével foglalkozik idehaza. Idén eddig több mint 250 ezer illegális migránssal szemben intézkedtek a rendőrök, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn. Azt írták, a migrációs mutató meglódult, az adatok több mint a dupláját mutatják a tavainak. Magyarország déli határszakaszán idén január 1-e és november 20-a között már 250 ezer kettő alkalommal intézkedtek a rendőrök illegális határátlépőkkel és az őket segítő embercsempészekkel szemben. Tavaly ugyanebben az időszakban ez a szám 109.117 volt, tették hozzá. Kiemelték, amellett, hogy az intézkedések száma jelentősen nőtt, a migránsok egyre agresszívabbak is. Az ORFK közleménye szerint az embercsempészek tevékenységére az utóbbi időben jellemző, hogy erőszakosan lépnek fel, ha rendőri ellenőrzésre utaló körülményeket észlelnek, igyekeznek kivonni magukat az intézkedés alól, és az illegális utasaikat hátrahagyva menekülnek. A NAV munkatársai ezen a héten a vendéglátóhelyeket ellenőrzik Tolna megyében. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Többek között Pakson, Szekszárdon, Dombóváron és Bonyhádon kell ellenőrzésekre számítani. 28. alkalommal rendezett nemzetiségi napot a Tolnai Német Nemzetiségi Önkormányzat. Az eseményen a helyi és környékbeli hagyományőrző csoportok, iskolák, óvodák is színpadra léptek. Továbbá a programon idén is átadták a Tolna város németségért díjat. Mások mellett a Mözsi Német Klub énekkara is megmutatta magát nemrégiben, ugyanis 28. alkalommal tartotta meg a nemzetiségi napot a Tolnai Német Önkormányzat. Igyekeztünk minden alkalommal részt venni, amikor lehetőség volt rá. Voltak alkalmak, amikor másfelre is elhívtak bennünket, természetesen akkor egyszerre két helyen nem tudunk jelen lenni, de azért, hogy otthon fellépünk és itthon mindig találkozzunk ismerősökkel, régi csoportokkal, az nagyon fontos számunkra. A rendezvényen a Német Önkormányzat által 2020-ban alapított elismeréseket is átadták. Pedagógus kategóriában Stadler Katzenberg Éva, a Vasizgimor Általános Iskola tanítója vehette át a Tolna város németségéért díjat. A magánszemélyek közül pedig Steinbach Ferencet, a város Német Önkormányzatának egyik alapító képviselőjének, későbbi elnökének ítéltek oda a kitüntetést. Ez a 28. nemzetiségi nap azért is fontos, mert ez az önkormányzat egyik legnagyobb rendezvénye minden évben.
a kultúrát és a hagyományok ápolását szeretnénk fenntartani. Ehhez hozzá tartozik, hogy itt helyet adunk az iskolásoknak, óvodásoknak, hogy bemutathassák a tanévben tanult dalokat, játékokat, bemutathassák azt, hogy mit tanulnak ők a nemzetiségi oktatás keretén belül. A programon Appelszófer Ágnes Tolna polgármestere is részt vett. Beszédében arra buzdította a résztvevőket, hogy vállalják büszkén gyökereiket, német nemzetiségi identitásukat. Vannak nemzetiségi óvodák, az iskolákban van német nemzetiségi nyelvoktatás, és nem csak a nyelvet, hanem a többi hagyományt is őrizzük, hiszen akár a művészetben, akár a táncban, énekben, esetleg a gasztronómiában nagyon-nagyon sok olyan érték van, amit érdemes megőrizni. És ha mi nem őrizzük, és nem adjuk át a gyerekeinknek, unokáinknak, akkor lehet, hogy 30 év múlva már sokkal kevesebben lesznek itt egy ilyen alkalommal. A polgármester hozzátette, hogy a városvezetés a jövőben is minden projektben igyekszik támogatni a német önkormányzatot. A nemzetiségi nap hátralevő részében további fellépők szórakoztatták a megjelenteket. Töpfner Bence, az Extreme Body Fitness ESE versenyzője a napokban Szombathelyen a 83 kg-os kategóriában országos bajnok lett streetliftingben. Az egyesület elnöke azt mondta, Bence közel 5 éve napi rendszerességgel edz, és trénerével 2 éve közösen készülnek az OB-ra. A közös munka évről évre egyre eredményesebb, ez is tükrözi, hogy súlycsoportot lépve is győztes lett. Az egyesületünk fiatal tagjai csodálkozva figyelik, amikor Bence egy kézzel húzockodik testsúlyának 2,5-szeresével, 160-180 kg-mal gugol, és magára akasztva 120 kg-mal tolockodik. Fanatizmusát tükrözi, hogy képes hónapokon keresztül szigorú diéta mellett is heti 4-5 edzést maximális terhelés mellett kivitelezni, mondta a klub elnöke. Kvízzel és kiállítással hívja fel a figyelmet a környezetvédelemre a Szekszárdi Erőv vízi közmű ZRT. A szakemberek azt mondják, a lakosok a mindennapokban egy kis odafigyeléssel már sokat tudnak tenni a víz megvédésért. A szolgáltató azokat az ügyfeleket, akik részt vettek a játékban, még egy ajándékkal is meglepték. Mikulás virággal ajándékozták meg az Erőv vízi közmű ZRT egyik szekszárdi ügyfelét, aki sikeresen megválaszolta a szolgáltatók vízkérdéseit. Takács Péter műszaki vezérigazgató helyettes azt mondja, szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy milyen fontos megóvni a vizet. A mindennapokban is fontos nem csak a vízvilágnapján az, hogy a vízzel takarékoskodjunk, hogy a környezetünket megvédjük. Ugye ezzel kapcsolatosan van itt kiállítás az Erővízi Közmű ZRT ügyfélszolgálatán. Ezek a demonstrációs táblák, kvízkérdéseket tölthettek ki az ügyfelek. Alapvetően amire felhívjuk a figyelmet, hogy miért fontos az, hogy a vizeket megvédjük. Például a klímaváltozás miatt egyre melegebbek, szárazabbak a nyarak hazánkban. Többek között ezért is olyan lényeges vigyázni a vízre, mondja a szakember. A fogyasztók egyébként a mindennapokban is egy kis odafigyeléssel már sokat tudnak tenni. Minél kevesebb vegyszert használjunk, az, hogy a fáradt tulajat, gyógyszereket, vegyszereket ne a WC-be öntsük, hanem azt a leadó hulladéklerakóba, ugye olyan helyen, ahol ez kijelölve van. Fontos még az is, ugye, hogy minél kevesebb vizet pazaroljunk, ne hagyjuk nyitva a csapokat, akár fürdés helyett választhatjuk a zuhanyzást is. A szolgáltató már több éve különböző szemléletformáló programmal igyekszik felhívni a gyerekek és felnőttek figyelmét arra, hogy mennyire lényeges megvédeni a vizet és a környezetet. Regionális híreink következnek. Ragadozók portyáznak Pécs belvárosában. Csapdát állítanak a szakemberek a lakott területen. Kézműves karácsonyfa Balatonlellén. Az alkotás célja, hogy összehozza a közösségeket. Szolgálati lakások. Több mint 1500 ingatlan újult meg a Magyar Falu programnak köszönhetően. Életterük csökkenése és a könnyen megszerezhető élelem miatt tűnnek fel ragadozók a városokban. Pécsen, Ispita alján is gyakran kap ilyen értesítéseket a terület önkormányzati képviselője. Barkóczi Csaba azt mondja, volt, aki rókát, volt, aki sakát látott elmondása szerint az utcán. Ezért a politikus kérte a városrészben portyázó állatok befogását.
Rókák a városban, ezeken a felvételeken, a Baranyai megyeszékhely sem kivétel. Itt is találkoztak már ezzel a ragadozóval. A könnyű élelemforrás miatt kutatnak lakott területen. Pécs ispitaljáról is érkeztek ilyen bejelentések, sőt, sakálokról is beszélnek, mondja a terület képviselője. Ez ilyen pici résen ezek a ragadozók beférnek, hogy ezek kis testű ragadozók nem olyan veszélyesek, tehát emberre nem veszélyesek, meg jobban is fél az embertől, mint azt gondolnánk. És egyébként itt a sövénynél is, tehát hogyha végig sétálunk, akkor vannak hézagok, a kerítés azon részén is, ahol itt a vas léc elválik a beton alaptól, ott is be tudnak surranni, meg a különböző szakaszokon vannak még ilyen hézagos bokrosítási részek. Ezért a városvezetéshez fordult a politikus, hogy befogják az állatokat. Ugyanis előfordulhat, hogy az ember közelében megjelenő állatok, betegek ezért veszélyt jelenthetnek. Kisebb média felhajtás is volt belőle tavaly, amikor itt a Köztársaság téren láttak sakálokat. Nemrég pedig az Űrhajós utcában, a Kolozsvár utcában és múlt csütörtök este pedig itt a Temesvár utcában is feltűntek, ráadásul az egyik sakál az óvodának az udvarára surrant be. Ezért arra kértem jegyző urat, hogy a közterületfelügyelet gyepmesteri szolgálatával közösen kezdje meg Ispitalja városrészben a rókák és a sakáloknak a befogását és a kitelepítését a városból. Ez a róka csapda. A képviselő kérése meghallgatásra talált, hétfő délelőtt ezzel a rókacsapdával érkeztek a gyepmesterek a Temesvár utcába Pécsen. Nem nyilatkozhattak, harcukat sem mutathatjuk, azonban azt elmondták, hogy valószínűleg rókák járhatnak itt. A szürkébb bundájú egyedeket vélik egyesek sakáloknak, de a sakálok nem merészkednek a városba. A befogott példányokat Árpád-tetőn több kilométerre engedik szabadon, hogy ne találjanak vissza a rókák Pécsre. Egy 8 méteres fenyőt ajánlott fel a jótékonysági és szemléletformáló akcióiról is ismert Szélesút Motoros Egyesület a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumnak. Az intézmény aulájában már fel is állították a karácsonyfát, amit aztán a középiskolások és a pedagógusok közösen díszítettek fel. A szakemberek pillanatok alatt kidöntötték azt a fenyőt, amit a Szélesút Motoros Egyesület ajánlott fel, hogy az legyen idén a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium karácsonyfája. Karácsonyra szeretne az Egyesület adományozni egy karácsonyfát, illetve hát egy fenyőfát, amit majd karácsonyfává díszítenek a nebulók. A Táncsics Mihály Gimnáziumban jár a lányom végzős. Én jött az ötlet, hogy még mielőtt a iskolát kijárja, valamilyen módon segítsen az Egyesület az iskolának. A hatalmas fenyő mozgatását a kaposvári önkéntes tűzoltó és életmentő egyesület egy kvaddal tette könnyebbé. A kötelesek ugyanis nem csak tűz, illetve a baleseteknél segítenek, szívesen támogatják a jótékonysági akciókat is. Elég régóta már együttműködünk a Szélesút Egyesülettel, akárcsak a város többi civil szervezetével, hiszen egy civil összefogásnál jobb nincs, főleg egy ilyen advent időszakban, amikor a rászorulókat megpróbáljuk kicsikét abból a mély szegénységből akár kiemelni. Nyilván ez most nem arról szól, de ez is úgy gondolom, hogy legalább olyan örömmel szolgál majd a gyerekeknek, mint amikor esetleg egy árvaházat vagy bármi más látogatunk meg. Benne van természetesen a pakliban ez is, mert ez még csak a kezdet, úgymond, hiszen még nem értünk az adventbe bele. A kaposvári középiskolában évtizedek óta hagyomány a közös karácsonyfa, ám ilyen nagy méretűre nem nagyon emlékeznek az intézményben. Nagyon szépen köszönjük az Egyesületnek, hogy ránk gondoltak ezzel a hatalmas karácsonyfával, hiszen minden évben állítunk karácsonyfát, és legtöbbször adományból kapjuk ezeket a fákat. Ilyen hatalmas fenyőfa még nem érkezett hozzánk, úgyhogy nagy örömmel fogjuk feldíszíteni, és egész az adventi időszakban itt lesz. A Táncsics Mihály Gimnázium karácsonyfáját már fel is díszítették, és nem is csak az odajáró diákok örömére. Az intézmény pályaválasztási rendezvényén ugyanis 3 nap alatt több száz általános iskolás is megfordult az aulában. Különleges karácsonyfát avattak fel Balatonlellén. Az 5 méteres alkotást mintegy 800 horgolt terítőből állították össze a civilek kezdeményezésére. A rendhagyó dísz nem csupán egy városi látványosság, hiszen a célja, hogy összehozza a generációkat és a közösséget. Szükségedet megszánnánk, párnácskánkba takarnánk.
Zenés ünnepi műsor kíséretében avatták fel azt a különleges kézműves karácsonyfát, amely a következő hetekben Balatonlelle városát díszíti majd. Körülbelül 15 ember horgolta ezt a kockát, 860 darabot horgoltunk, amiből 700 pár darab, 710 környékén, amennyit fel tudtunk rakni, úgyhogy még maradt is belőle. Nyomtattunk mintákat, és szétosztottuk, de mindenkinek a fantáziájára volt bízva, hogy most miért, meg mit tudott megcsinálni, úgyhogy rengeteg fonalat kaptunk, és így jött létre ez a kis karácsonyfa. A horgolt karácsonyfa létrehozása egy igazi civil összefogás eredménye, amelynek egyik célja, hogy megszólítsák azokat az idős embereket, akik csak nehezen vagy egyáltalán nem tudnak kimozdulni otthonukból. Valami kis feladatot adnánk nekik, mindjárt másképp formálódna a lelki világuk is, éreznék, hogy tartoznak valahova, és ahogy mondtam is, több olyan ember van, akit ez annyira éltetett és feldobott, hogy szinte naponta telefonáltak, elmondták, hogy megint meghorgoltam 10-et, 20-at. Egy 86 éves hölgy több mint 100 kis négyzetet horgolt meg, de akadtak egészen fiatal, 10 éves önkéntesek is. Így módon sikerült összehozni a generációkat is. A fém vázat anyagáron készítette el egy vállalkozó, de egy fafaragó is kivette a részét a munkából. Gondolkodtak rajta, hogy miből lehetne egy táblát készíteni, hogy a készítők, illetve az adományozóknak a nevei föl legyenek tüntetve, és hát mondtam az Erikának, hogy akkor majd én megcsinálom. Hát örült neki, hogy megcsináltam, és hát mindenkinek a nevét ráírtam. Nagyon tetszett neki. Horváth László fafaragó ezen kívül a karácsonyfa csúcsdíszét is megalkotta, amelyben egy LED világítást helyezett el. A különleges kézműves látványosság örömtelibbé és meghittebbé teheti majd a város adventi rendezvényeit is. Országszerte 560 szolgálati házat építettek, illetve újítottak fel eddig a Magyar Falu Program 17 milliárd forintjából, mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Somogy megyei hetesen, ahol szintén elkészült az orvosi szolgálati lakás. Gyopáros Alpár azt is hozzátette, addig folytatják ezt a programot, amíg be nem töltik a falvakban ma még üres praxisokat. Egy úgynevezett szolgálati ház építési vagy felújítási programot indítunk, annak érdekében, hogy egy ösztönző legyen mindazoknak a jellemzően fiatal szakembereknek, pedagógusoknak, orvosoknak, védőnöknek, hogy a falvakba költözzenek, hiszen itt az önkormányzat felújít, megvásárol és felújít egy gyönyörű otthont, amit föl tud kínálni az adott szakembernek, hogy amíg azt a szolgálatot teljesíti az adott településen, addig ott élhet a családjával ebben az ingatlanban. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer. Gyermek otthonban bántalmazta a fiúkat a most elítélt férfi. Tehetségmenedzsment az oktatásban. A világ középmezőnyéhez tartozik hazánk a legkiemelkedőbb fiatalok felismerésében. 28. nemzetiségi nap. A helyi és környékbeli hagyományőrző csoportok is színpadra léptek. Vigyázzunk a vízre! Kvízzel és kiállítással hívja fel a figyelmet a környezetvédelemre az Erőv. Szerdán az ország túlnyomó részén egész nap erősen felhős lesz az ég, csupán a délkeleti megyék felett vékonyodhat, szakadozhat kissé a felhőzet. Elszórtan változó intenzitással csapadék is előfordul, a Dunántúl térségében erős, másút mérsékelt, olykor kissé élénkebb északias szél fog fújni. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!